Losonc Alpár gondolatait az egyetemisták tüntetései mozgatták meg. Beszéljünk az egyetemisták tüntetéseiről. Nem volt mindig érdemes elemzésbe bocsátkozni, és túllépni az alkalmi publicisztikai kereteken, de az elnökválasztást követő, immáron két hete folyó, tiltakozó séta során lassan kirajzolódtak figyelemre méltó gondolatrészek is. Hallottunk gondolatforgácsokat, eszmedarabokat, amelyekkel lehet valamit kezdeni. Persze még mindig hatalmas, kavargó elegyez, nem kívánok semmit dicsfénybe vonni, de felszíre kerültek stratégiai támpontok is. A tiltakozók nem programgyártók, aránytalan lenne ezt számon kérni tőlük, de aki odafigyelt a megnyilvánulásukra, hallhatott alkalmi retorikailag kélezett, de helytálló, mélyben nyúló elemzést a szociális állapotokról, az egyenlőtlenség szétterjedéséről, a kemény, neoliberális foglalkoztatási politika fonák aspektusairól, egy ország retrográd közállapotairól. És elvégre kézenfekvő, hogy így legyen, a kezdeti dühös tapogatózások az affektív energia áramlás után következnie kell a kollektív tanulásnak, a föltételek és a lehetőségek stratégiai mérlegelésének. Nos, létezik szerb peripatetikus iskola. Az antik filozófiai irányzatra való utalás valójában azt jelenti, hogy Szerbiában gyakran a körbe sétálás révén fejezik ki az emberek protest magatartásukat. De nem én ötlettem ki ezt a sajátos megfogalmazást, hanem egy zágrábbi tanár, Zsárkó Pohovszki. hogy 1996-ban, még a lenemzárt háború kontextusában, horvátország és szerbiai értelmiségiek találkoztak úgymond semleges terepen, mégpedig minő véletlen a mostanság agyon emlegetett Ceu egyik termében. Ott hangzott el ez a megjegyzés. Akkor is folyamatos tiltakozások zajlottak Szerbiában, mégpedig a vonatkozó választások kapcsán. Résztvevőként emlékszem a Ceus kapcsolatkereső horvát-szerb értelmiségi szenz atmoszférájára, aztán arra, ahogy Budapesten tartózkodva feszülten figyeltük az itteni események hullámveréseit. Hova tovább régi kiváló barátom, egyúttal az említett szeán szervezője, Milán Podunávac, akkor tartotta híres, öt percig tartó előadását a belgrádi politikai tudományok karán, a polgári engedetlenségről, aztán elengedte diákjait a tüntetésekre. De amennyiben fölidéztem a peripatetikus dimenziót, úgy jeleznem kell, hogy azért lényeges különbséget látok az 1996-ban és 2000-ben is realizálódó szerbiai körbesétálás és 2017 szituációja között. 1996-ban és 2000-ben ugyanis azért bontakoztak ki a protest megnyilvánulások, hogy a polgárok, a hatalom választások utáni ténykedése ellenére is érvényt szerezzenek a már megnyert választások eredményeinek. 2017-ben a mostani hatalom minden csőrés csavarás ellenére a mennyiségi értelemben vett demokrácia, a kvantumra alapozó szavazási mechanizmus alapján nyertes helyzetben találtatik. Pontosan ezért, amíg a tüntetők rebelliójukat csupán a választási mahinációkra irányították, addig megmaradtak a meddő ellenállás szintjén. Ugyancsak többnyire a semmibe futottak, a jelenleg regnáló miniszterelnök személyével kapcsolatos végtelen, neheztelések, duzzogások sorozatai. A megszemélyesítés nyilván mozgósító erő, de csupán rövid ideig, ráadásul nagy évben megkerüli a legfontosabb kérdéseket. A tüntetők hangot adtak a feltorlódott dűnek, amelyet alig ha lehet lebecsülni, ugyanis az affektív energia valóban politikateremtő, és robbanó erő lehet. De az affektivitás nem szükségszerűen gondolattalanság, éppen ezért egy pillanatban új irány kellett vennie a protesteknek. Valójában az elnökválasztás eseménye nem bizonyul egyébnek, mint gyújtózsinórnak. A tényleges jegyei e tüntetéseknek az elkésettség, azaz a mulasztás tapasztalata és az ebből fakadó kétségbeesés. A hiedelmekkel, szóbeszéddel ellentétben, Szerbiában 2000 óta akadozik az ellenállás gyakorlása. Csak az újra és újra előkerülő neheztelés tapasztalható. Messze kellene kanyarogni az érveléssel, hogy miért van ez így. Egy meghatározott tényt az európaiak, Nyugatiak is gyakorta elfelejtenek, noha éppen az ő történelmük nyújt bizonyságot erről. Az embernek annyi jog érvényesítési lehetősége adódik, amennyire készenlétet tanúsít, hogy harcoljon e jogok megvalósításáért. Csak annyi kisebbségi és persze egyéb jog adatik számunkra, amennyi erőt belefektetünk az érvényesítésbe. Az egyetemisták magukon cipelik az elmúlt korok, évek elmulasztott lehetőségeit, a féretett ellenállás következményeinek terhét. Ez magyarázza a tényt, hogy a jelenlegi protestek egy elkésett, korábban elodázott ellenállás kivetüléseit jelentik. És ezért érzik a tiltakozók úgy, hogy a 24. órában találtatnak, amelyben egy reménysogár nélküli sors menete állandósul, és ezért vett a kétségbesés erőt rajtuk. És mindezért a választások csak másodrendű kérdést jelentenek, a tét másod jelölhető ki. A tiltakozások azokban a pillanatokban a legizgalmasabbak, akkor igazán radikális a hangütés, amikor szociális problémákat görgetve rendszer kérdéseket feszegetnek, és nem elégszenek meg azzal, hogy pálcát törjönek a jelenlegi miniszterelnök felett, hanem az egész politikai osztályt állítják pellengérre. A kritikai lendület így mód árnyékot vet még az ellenzékre is, Akár még a második befutó volt jogvédő Jánkovicsra is, aki fél lábbal azért ott áll az establishment ingoványos talaján. Az, hogy a hangadók egy része hangsúlyozottan, hűvösen viszonyult hozzá, pontosan ezzel magyarázható. Itt többek között emlékeztek arra a mélypontra, amelyet a jogvédő akkor ért el, amikor a függetlenné vált koszogó kapcsán fontolgatott. Válaszokat. Ez szerint a kérdés meritumát majd a nép dönti el, és egyébként is várható, hogy a kiszakadt albánok majd nem kényszerűen, hanem örömtől repesve térnek vissza az időközben tisztességessé vált Szerbiában. Most ez egy kostunicai hang, egy a 90-es években sűrűn felhangzó nemzetféltő dallam ehoja. És az okfejtés igencsak áporodott szagó. Ráadásul a politikai logika ismeretének hiányáról tanúskodik. Aztán a tiltakozó kritikai nyila egy pillanatban megcélozta még a szer miniszterelnök vállát veregető Angela Merkelt is, aki persze a nemzetközi közösség jelképes kifejeződéseként képzelhető el helyes, le kell számolni a mítoszokkal, hiszen azt, amit a gazdaság és a foglalkoztatási politikában látunk Szerbiában, egyébként sem egyéb, mint egy peremországban kibomló neoliberális kompiláció, az Európában honos neoliberális észjárás helyi vetülete, helyi fejleményekkel egyetemben. Az, hogy a miniszterelnök rövid időn belül ellentmondó kijelentéseket tesz a bérekkel kapcsolatban, jól mutatja, hogy milyen, persze a maga által választott, kényszerösvényeken mozog. Miközben kortes beszédeiben azt ígérgette, hogy esedékes a bérek és a nyugdíjak növekedése, ugyanakkor azt a tényt is ünnepelte fönhangon, hogy a bérek szintje másokhoz képest ugyanaz maradt amivel lehet csalogatni, csábítani az ideván profitközpontú profit központú nagytőkét. Minden esetre az elmondottak okán számomra sokkal fontosabbak a megnyilló különbségek a magyarországi és a háborgó szerbiai konstellációk között. Noha tudom, hogy mind bal, mind jobb oldalon jegyzünk olyan érvelést, amely konvergenciát éri a szituáció azonban meghatározott pontokon széthajlik, a két ország legalábbis bizonyos vonatkozásokban másfajta gazdasági pályákon fut, és a szerbiai tüntetésekben fölvillanó szociális radikalizmus, amelyet egy néhány energikus szakszervezet is támogat, sajátosságokat kölcsönöz. Mindeközben Skülla és Karübdisz között mozgunk. Egyrészt a hatalmi beállítottság számára nehezen elképzelhető, hogy valaki egyáltalán gondolhat valamit. Ezért nyúl az ismert képlethez. Amit a cselekvő tesz, az nem önálló aktus, hanem valaki mozgatja, manipulálja őt. Következésképpen az egyetemisták nem önálló lények, hanem éretlen marionettbábúk, amelyeket külső, elvetemült, zavarosban halászó erők rángatnak ide-oda. Ezen érvel is nyilván mindenütt sántét és ideológiai csúsztatást jelent. Aztán hogyan is lehetne megmagyarázni a tüntető kritikai habitussát az egész establishmenttel kapcsolatban, ha abból indulnánk ki, hogy ők csupán együttemre lépnek az ellenzéki politikai erőkkel másrészt az abszolút spontaneitás mostanság sokszor szóba hozott gondolata mégiscsak naivitásról tanúskodik. A kollektív cselekvés ugyanis mindig valami fajta szervezettséget igényel. És véssük az eszünkbe, nem azért képviselnek az egyetemisták az újkori történelemben félelmetes, fölhajtó erőt, mert fiatalok a szó biológiai értelmébe. Létezik ugyanis ürességbe fulladó ifjúi lét is, hanem azért tudnak aláásó, kollektív gesztusokkal élni, mert még innen vannak a munkamegosztás korumpáló rendjén. Őket még nem tartják fogva azok az érdekpályák, amelyek lebontják a politikai képzeletet, gúzsba kötik a cselekvést, és futószallagra helyezik a gondolkodást. Lehetetlen itt nem emlékezni legalább egy pillanat erejéig 1968-ra, különösen Párizsra, amikor fölvillant egy korszakalkotó esély, jelesül a munkások és a diákok szövetsége reális lehetőség volt, de lehetőség maradt. Szerbiában persze a helyzet igencsak képlékeny, és ne feledjük, hogy a jelenlegi miniszterelnök még szenvedő félként tapasztalatokat szerezhetett 2000-ben, méghozzá egy némileg hasonló helyzetben, és azon munkálkodik, hogy fölény helyzetét kiasználva a saját malmára hajtsa a vizet. Ez magyarázza a tüntetésekkel szemben hangoztatott lekicsinlő álláspontját. És ha már Párizt hoztam szóba, akkor egy másik jelszót is idézni kell. Legyünk realisták, kíséreljük meg a lehetetlent. A tiltakozóknak ugyanis itt is Szerbiában a lehetetlent kellene megkísérteni. Egyelőre csak azt mondhatjuk, hogy minden előjelezést, a spekuláció terheli, de az bizonyos, hogy valami megroppant, és a folytonosság megszakadt. Losonc Alpárt hallották.